valamilyen oknál fogva fuvalisták általában nagyon nyitottak a kortárs zenékre, illetve a különböző új kortárs hangzások kikísérletezésére, ezért a szerzők szívesen dolgoznak velünk. Fuvalistából nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok van. Nagyon sokan végeznek a Zeneakadémián, nagyon népszerű a hangszer, de már zeneiskolai szinttől elkezdve. A magyar fuvola interpretáció, azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy az élvonalban helyezkedik el nemzetközi viszonylatban is, és főleg a háború utáni generációknak köszönhető ez. Jenei Zoltánt érdemes ugye megemlíteni. Közelmúltban sajnos elhunyt Gyöngyösi Zoltánt is mindenképpen kiemelném. Itt nagyon színes a paletta, tehát az abszolút konzervatívtól a legvadabb újításokig itt minden megtalálható. Tehát aki tájékozódni akar a világ bármely pontján, hogy a fuvola mi is, az annak ide kell jönnie, mert itt tényleg minden megtalálható, minden irányzat megtalálható, a jeles képviselők és nemzetközi szinten jelezett képviselők vannak. Úgy érzem, ez egy mekka azok számára, akik ezt fel akarják térképezni.